új előírás, akár milliós kiadást is jelenthetnek a társasházak számára azok a felújítások, amelyek az új országos tűzvédelmi szabályok megfeleléséhez szükségesek. Átszervezés. Változásokat vezetnek be a szakközépiskolai oktatásban idén szeptembertől. A diákok szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulhatnak majd. Házasság hete. Több mint 4000-rel nőtt a házasságkötések száma a tavalyi év első 11 hónapjában Magyarországon, 2014 hasonló időszakához képest. Akár milliós kiadást is jelenthetnek a társasházak számára azok a felújítások, amelyek az új országos tűzvédelmi szabályok megfeleléséhez szükségesek. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egy belügyminiszteri rendelet alapján március 31-ig kell a változásokat bevezetni a három szintnél magasabb lakóépületeknél. Az új előírásokra azért van szükség, mert a lakástüzek száma növekvő tendenciát mutat. Csak Nyíregyházán mintegy 7500 társasházi lakást érint a rendelkezés. Minden három szintnél magasabb lakóépületet érint az az új belügyminisztériumi rendelet, amit országosan ugyan már decemberben bejelentettek, de március 31-ig kaptak haladékot a közös képviselők, hogy módosítsák az épület szabályait és megismertessék azokat a lakóközösséggel. Szabályozni kell többek között az épületre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, ami lényegesebb szabályokat felsorolásszerűen, a tűzjelzésre vonatkozó rendelkezéseket, az épületben a tárolásra vonatkozó rendelkezéseket, az épületben található tüzelő és fűtőberendezések, illetve elektromos berendezésekre vonatkozó használati szabályokat, a tűzoltási felvonási területre vonatkozó szabályokat, az épületben található tűzoltásra és egyéb tűzvédelmi berendezésre vonatkozó előírásokat, illetve a tűzoltó készülékek felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat. Erre azon is szükség, mert ellenőrzéseink során több esetben tapasztaltunk olyanokat, hogy lakóknak nincs tudomása ezeknek a használati szabályoknak az ismertetéséről, nem ismerik ezeket a szabályokat, és emiatt nem is tartják be természetesen. A rendeletben a folyosók használatát is szabályozzák. A közös közlekedő területeken egyaránt biztosítani kell a szabad menekülési, illetve tűzoltási útvonalat. Ennek a legkisebb szélessége 110 cm, magassága pedig 196 cm. Így ezentúl virágokat, polcokat és egyéb tárgyakat csak ezeken a területeken kívül helyezhetnek el a lakók. Új karbantartási feladatokat is bevezetnek, amelyek költsége a több százezer, de akár a milliós nagyságrendű kiadást is elérhetik egy-egy társasház esetében. Az úgynevezett száraz felszálló vezetékek felújítását, rendszeres karbantartását, üzemképes állapotban tartását és ennek írásbeli dokumentálását írja elő a jogszabály. Ezek a vezetékek tulajdonképpen az épületbe eredetileg beépített tűzoltó vezetékek, amelyeket 30-40 év óta senki nem használt, nem is törődött velük, most újra jelentőséget nyertek, és új szabályok szerint kell felújítani, üzemképessé tenni őket. Nagyon fontos, és sajnos ugyancsak pénzigényes feladat, a bizonyos szintmagasságot elérő épületek esetében a központi szellőzőrendszerek legalább 3 évenkénti tisztítása. Március 31-e után ellenőrzik az új intézkedések betartását a katasztrófavédelem szakemberei. Jelenleg ennek az ütemterve készül annak érdekében, hogy minden olyan társasházba eljussanak, amelyet érint a jogszabályváltozás. Újabb változásokat vezetnek be a szakközépiskolai nevelés-oktatásban idén szeptembertől. Az átalakítás után ezentúl szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulhatnak majd azok a diákok, akik valamilyen szakmát szeretnének elsajátítani az érettségi megszerzése mellett. Az intézmények neve is átalakul. A módosítás célja a szakmákat oktató iskolák népszerűsítése. A 2015-16-os tanévben vezették be a szakképzési centrumokat a szakközépiskolákban, így a Nyíregyházi Központhoz jelenleg 10 tagintézmény tartozik. Idén szeptembertől ezekben az intézményekben a szakközépiskolai nevelés-oktatás is módosul. Nálunk a centrumban csak szakképzőiskolák vannak most jelenleg, vegyes profillal igazából.
van szakközépiskolai tagozatunk, szakiskolai tagozatunk, és van elenyésző mértékben gimnáziumi kifutó tagozatunk is, és mindez a törvényhozók akaratából, kedvéből igazából szeptembertől meg fog teljesen változni. Következőképpen néz ki ez a változás. A szakközépiskolából szakgimnázium, a szakiskolából szakközépiskola lesz, és a gimnáziumi tagozat igazából, mint ilyen rossz hagyomány, igazából megszűnik a szakképzőiskolákban létezni. Tehát magyarul a név, mint középiskola el fog tűnni ebből a korábbi névhasználatból. A szakgimnáziumokban 4 év alatt érettségit és szakmát kapnak a diákok, valamint további 1 év alatt technikusi végzettséget is szereznek. Az újfajta szakközépiskolákban 3 év alatt szakmát tanulnak a diákok, plusz 2 év alatt érettségire is felkészítik őket. Ebben az esetben az ott tanulók számára előnyt jelent, hogy az 5. kötelezően választható tárgyból nem kell érettségi vizsgát tenniük, elég a 4 alaptárgyból, a szakmájukat ugyanis tantárgyként beszámítják. Az átalakításnak a lényege nem abból fakad, hogy a képzési vonalát vagy valamit változtassuk, igazán névről volt itt szó. Én azt hiszem, hogy a gazdaságnak az a célja, hogy szakképzett embereket adjunk a számára. Ugye a gimnáziumot az választja át a Magyarországon, akinek olyan tervé vannak, hogy tovább tanul egyetemen vagy főiskolán. Tehát például jogi pálya, az ügyvédi pálya mindenképpen gimnáziumot igényel. De aki olyan szakmát akar, amiben jól meg tud élni, az mindenképpen választhat szakközépiskolát, vagy most már szakgimnáziumot, illetve szakközépiskolát, ami most igazából szakiskolák nevezendő. A változás után abban bíznak a szakemberek, hogy kedvezőbbé válik a felvételiző diákok számára a szakközépiskola. Az eddigi tapasztalatok alapján ugyanis a tanulók nagy része inkább a gimnáziumokba jelentkezik. Több mint 4000-rel nőtt a házasságkötések száma a tavalyi évben Magyarországon 2014 hasonló időszakához képest. A KSH első 11 hónapos adatai szerint ez a szám bár alacsony mértékben, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is emelkedett. Ennek köszönhetően meghaladta a 2000-et. A házasság intézményére és a család fontosságára hívja fel a figyelmet ezen a héten az idén már 9. alkalommal meghirdetett házasság hete. Bár kismértékben, de évek óta nő a házasságkötések száma Magyarországon. Amíg az 1970-es években még több mint 80 ezer házasságkötést regisztráltak hazánkban, az évforduló után ez a szám csökkenni kezdett, majd 2010-ben érte el a mélypontot, amikor összesen 35,5 ezret regisztráltak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Tavaly már kedvezőbb adatokat rögzítettek. Igaz, hogy még csak az első 11 hónapra vannak meg az adatok, de ekkor már 43 ezer házasságkötést regisztráltunk, ez közel 20%-os növekedés. Kedvező változás az is, hogy a házasságkötésekkel egyidejűleg csökken a válásoknak a száma is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is igazából a 2010-es évek eleje jelentett a mélypontot. 1800 alattira csökkent a megyében a házasságkötéseknek a száma. Azóta azonban itt is egy folyamatos javulást lehet kimutatni. 2014-ben 2000 fölötti volt a házasságkötések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a szám a tavalyi év első háromnegyed évében hasonló dinamikát mutat. Az is pozitív változás az előző évekhez képest, hogy a 100 házasságkötése jutó válások száma a megyében kedvezőbbek, mint az ország más területein. Sokan azonban csak élettársi kapcsolatban élnek ebben a megyében is. 19 ezer élettársi kapcsolatot regisztrált a megyében a népszámlálás, mintegy 107 ezer házasságon alapuló pár kapcsolat mellett. Ez azonban a korábbiaknál jóval nagyobb és növekvő szám. Ugye összességében is csökken a párkapcsolat, amiatt, hogy a házasságon alapuló kapcsolatok száma erodálódott, de egy 2011-ig tartó állapotról beszélünk, és ugye azután kezdődtek a változások, és ugye egyre több az egyszülős család is, a válások permanensen folyamatosan magas száma miatt. 2015 elejétől az első házaspárok adókedvezményt is érvényesíthetnek, így 24 hónapon keresztül 5000 forinttal kevesebb adót kell fizetniük. Nem megoldás a köznevelési államtitkár cseréje, véli az MSZP. Strukturális, nem pedig személyi változás segítene az oktatás javításában, közölte Jeszenszky András, nyíregyházi önkormányzati képviselő a párt sajtótájékoztatóján. A politikus szerint a jelenlegi oktatáspolitika sem a diákok, sem pedig a pedagógusok számára nem kedvező.
változtatásokra lenne szükség mind az irányvonalban, mind a tananyagokat illetően. Természetesen nagyon fontos lenne, hogy változtatások történjenek az adminisztrációs terhek csökkentésében, főleg a diákok terheinek a csökkentésében, hiszen óriási óraszámokban tanulnak, és emellett ráadásul óriási tananyagmennyiség nehezedik rájuk, és hiába volt elvileg zászlóra tűzve a tananyag csökkentés már jó néhányszor az elmúlt időszakban, az ilyen változtatásoknak mindig tananyag növekmény lett a vége. Időközi választást tartottak Szabolcs-Bákán vasárnap. Erre azért volt szükség, mert az 1100 lakosú településen tavaly novemberben feloszlatta magát a képviselőtestület. Szabolcs-Bákán 978 választópolgár szerepel a névjegyzékben, közülük 709-en vettek részt a szavazáson. A voksolók önkormányzati jelöltekre és polgármester jelöltekre is szavazhattak. Az időközi polgármester választás eredménye szerint 568-an voksoltak a község korábbi vezetőjére, így továbbra is Somogyi László a szabolcs-bákai polgármester. 6 képviselőt választhattak a választópolgárok Szabolcs-Bákán. A 6 képviselőből 2 képviselő korábbi képviselő, tehát már az oszlatás előtt is praktizáló képviselő, és 4 új képviselő jutott be a képviselőtestületbe. Több jogszabályváltozás is érinti a horgászokat ettől az évtől. A témáról a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Érvényesült a papírforma, a listavezető Szolnok legyőzte a Marsónyíregyházát. A férfi kosárlabda bajnokság 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 86-68-ra verték Sitko Ernő együttesét. Bemutatta 3 új játékosát a Nyíregyháza Spartakusz. A támadó poszton bevethető Szécsi Márk és Harsányi Zoltán, valamint a védő Szalai Vilmos is szerepelt korábban az élvonalban. Ettől az évtől már nem adható ki kereskedelmi célú halászati engedély a természetes vizekre. Egy törvénymódosítás értelmében egységes horgászokmány került forgalomba, amely az állami horgászjegy és fogási napló összevonásával készült. A változásokról a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közhasznú szövetsége tájékoztatta a megyei horgász egyesületek képviselőit egy hétvégi konzultáción. Tavaly áprilisban fogadta el az országgyűlés a halgazdálkodásról és halvédelméről szóló törvény módosítását, majd az év végén a jogszabály további módosításáról döntött a parlament. Fontos változás, hogy 2016-ra és az azt követő évekre már nem adható ki kereskedelmi célú halászati engedély a természetes vizekre. A Magyar Országos Horgász Szövetség szerint ezzel a természetes vizeken regenerálódhat, fejlődhet a halállomány, amihez hozzájárul majd a non-profit halgazdálkodás. Az állami horgászjegy és a korábban külön dokumentumként kezelt fogási napló pedig az idei évtől egy közös kiskönyv formájában érhető el. Az okmányt most már a Magyar Országos Horgász Szövetségen keresztül a megyei forgalmazói pontokon adják ki. A régi rendszerhez képest egy egyszerűbb, egyszerűsített okmányról van szó. Korábban ugyanis volt állami horgászhegy, aztán volt angol nyelvű horgászhegy, német nyelvű horgászhegy, aki ilyet igényelt, volt egy fogási napló, volt még tagsági bélyeg, alá kellett írni a horgásznak egy nyilatkozatot, amiben arról nyilatkozik, hogy nem volt különböző büntetésekkel sújtva, vagy nem áll eljárás alatt. Ez most leegyszerűsödött. Részben az érdekképviselet nyomására egy új horgászokmány kerül forgalomba, első alkalommal. Itt egyben van szerkesztve az állami horgászhegy és a fogási napló, és gyakorlatilag az összes többi, amiről beszéltem, az kimaradt, tehát egy okmányba sikerült ezt besűríteni, és ebbe az irányba próbálunk meg elindítani. A jövőben természetesen várhatóak egyéb módosítások is, a kártya alapú okmányok irányába szeretnénk mi is elmozdulni. Az új okmány alapesetben 2200 forintba kerül, 200 forint a fogási napló, 2000 az állami horgászjegy. Azonban, ha valaki nem adja le a tavalyi évi fogási naplóját február 28-áig, csak emelt áru horgászjegyet válthat, ami már 4000 forintba kerül. A 70 éven felülieknek, a látás- és hallássérülteknek, a mozgásszervi fogyatékkal élőknek, továbbá a 15 éven aluliaknak az állami horgászjegy kiváltása ingyenes. A méret és tilalmi korlátozások nem változtak az idei évtől, viszont a fogási napló szabályos vezetésére különös figyelmet fordítanak majd a halőrök. Érvényesült a papírforma, a listavezető Szolnok legyőzte a Marsónyíregyházát.
A férfi kosárlabda bajnokság 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 86-68-ra verték Sitko Ernő együttesét. A nyíregyháziak szerdán Szombathelyen lépnek pályára. Három korábbi alapembere, Szavics, Lekli és Miller nélkül fogadta a címvédő szónokot a Marsó Nyíregyháza. A hazaiak az első negyed derekáig tartották a lépést az Európa kupában is szereplő tiszapartiakkal, akik 10 perc után 7 ponttal vezettek. A nagyszünetig újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez a kispadról válogatottakat és légiósokat pályára küldő szolnok. Fordulás után sem változott a játékképe, 2, illetve 5 ponttal nyerték a negyedeket a vendégek, így a Nyíregyháza tisztesnek mondható 18 pontos vereséggel zárta a találkozót. Úgy gondolom, hogy a csapat nem küzdött rosszul. Egy dolog azért még mindig hiányzik, sokkal bátrabban kellene kosárlabdázni, még akár egy ilyen ellenféllel szemben is. Úgy érzem, hogy bár lehet, hogy ez abból adódik, hogy sok eladott labdánk szokott lenni a mérkőzésen, ma a játékosaink kicsit nagyon vigyáztak a labdára, és nagyon nehezen jöttek ki a kiszabadító átadások, nagyon nehezen adtuk meg a passzokat, gyorsítani kellene ezeken az átadásokon, és mivel hezitáltunk, így néhány olyan eladott labda is becsúszott, aminek nem lett volna szabad, és ebből indításokat kaptunk vissza. De összességében azért mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy a Szolnok nem a mi kategóriánk, és nagyon örülök annak, hogy ilyen csapatot tudtunk fogadni, és ilyen csapat ellen is tudtunk bizonyos részelemeket megvalósítani, és egészen szépen végrehajtani. A vendégek edzője szerint csak idő kérdése volt, hogy mikor érvényesül a két csapat játékereje közötti különbség. Az első negyedben, amíg a Nyíregyháza bírt erővel, és nem kellett elkezdeni a hosszabb rotációt, addig méltó ellenfelek voltak. Ahogy telt az idő, fáradtak a kulcsjátékosok, nekünk hosszabb a kispad, és ahogy tudtuk ezt a előnyünkre fordítani, akkor már sikerült egy kicsit elmennünk, illetve a második negyedben tudtunk egy olyan előnyt még kiharcolni, hogy a fél időre egy megnyugtató előnnyel tudtunk elmenni, a harmadik negyedben pedig azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtünk, ott tudatosult tulajdonképpen azért, hogy eldőlt a mérkőzés. A Nyíregyháza időkérésekkel próbálta mindig rendezni a sorokat, felzárkóztak egy kicsit, akkor mindig mi következtünk, mindenki tudtam játszatni, a fiatalokat is, hogy 12 emberről lejátszottak a mérkőzés, azt gondolom, hogy a mai nap ezt a célt szolgálta, és természetesen örülünk, hogy itt Nyíregyházán, ahol azért mindig megkeseríti a nyíregyházi csapat az ellenfél életét, sikerült nyernünk maga biztosan. A forduló további eredményei: atomerőműese Szombathely 83-62, MAFC Kaposvár 86-90, Körmend Jászberény 77-68, Szeged Sopron 60-102, Albafehérvár Kecskemét 93-69 és Zalaegerszeg Pécs 80-71. A tabella élén a Szolnok áll 13 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező atomerőműt. A Marsó Nyíregyháza 3 győzelemmel és 13 vereséggel a 12. helyen várja szerdai szombathelyi vendégjátékát. Bemutatta 3 új játékosát a Nyíregyháza Spartacus. A támadó poszton bevethető Szécsi Márk és Harsányi Zoltán, valamint a védő Szalai Vilmos is szerepelt korábban az élvonalban. Mint Mátyus János vezetőedző elmondta, a Spari célja továbbra is a bajnoki cím megszerzése az NB3 keleti csoportjában. A nyíregyháziak a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén kedden a Debrecent fogadják. Meglehetősen korán, már február 9-én elkezdődik a Nyíregyháza Spartacus számára a tavaszi szezon. A szokásos rajtelőtti sajtótájékoztatón a klub új szerzeményei mutatkoztak be, Mátyus János vezetőedző pedig a 12 napos törökországi edzőtáborban szerzett tapasztalatait osztotta meg az érdeklődőkkel. Felemások az érzéseim a táborral kapcsolatban is, hiszen egyrészt volt 4 kimondottan jól sikerült mérkőzésünk, amelyek közül az első, illetve az utolsó kimondottan értékmérő volt. Az első meccsen egy kazak első osztályú csapattal találkoztunk, utolsó meccsen pedig egy bolgár első osztályú csapatot győztünk le 2-0-ra. Közte volt 2 alacsonyabb osztályú német csapat ellen találkozunk, egyik X lett, másokon pedig nyertünk 6-0-ra. Tehát a mérkőzéseink kimondottan jól sikerültek, jó ellenfelek ellen, jó pályán játszottunk, nagy élemű meccseket, ilyen szempontból a tábor elérte a célját, ami a fenntartásom az, hogy ugye annyira kevesen voltunk, hogy gyakorlatilag a meccsek kivételében túlságosan nagy érdemű munkát nem tudtunk végezni, hiszen 13 egészséges játékos volt kint, és azért ilyen alacsony létszám mellett nehéz minőségi munkát elvégezni. A 3 új játékos egyike, a 28 éves Harsányi Zoltán korábban légiósként szerepelt Angliában és Iránban, most pedig a mezőköves mezét cserélte a Spariéra.
Megmondom őszintén, hogy a mezőkövesdi legutóbbi fél évenben volt egy kis törés, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség arra, hogy játszak, és tényleg minden azon leszek, hogy magamat is visszahozzam arra a szintre, amire tudom, hogy képes vagyok, valamint a klubot is segítsem úgy, hogy minél többet lépjünk fölfelé. A Nyíregyháza Spartacus kedden 18 órai kezdettel a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén a Debrecent fogadja a Városi Stadionban. A bajnokság nyitófordulójában vasárnap a DVSC Deac otthonában lép pályára Mátyus János együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Akár milliós kiadást is jelenthetnek a társasházak számára azok a felújítások, amelyek az új országos tűzvédelmi szabályok megfeleléséhez szükségesek. Egy belügyminiszteri rendelet alapján március 31-ig kell a változásokat bevezetni a három szintnél magasabb lakóépületeknél. Az új előírásokra azért van szükség, mert a lakástüzek száma növekvő tendenciát mutat. Újabb változásokat vezetnek be a szakközépiskolai nevelés oktatásban idén szeptembertől. Az átalakítás után ezentúl szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulhatnak majd azok a diákok, akik valamilyen szakmát szeretnének elsajátítani az érettségi megszerzése mellett. Az intézmények neve is átalakul, a módosítás célja a szakmákat oktató iskolák népszerűsítése. Több mint 4000-rel nőtt a házasságkötések száma a tavalyi évben Magyarországon 2014 hasonló időszakához képest. A KSH első 11 hónapos adatai szerint ez a szám bár alacsony mértékben, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is emelkedett, ennek köszönhetően meghaladta a 2000-et. A házasság intézményére és a család fontosságára hívja fel a figyelmet ezen a héten az idén már 9. alkalommal meghirdetett házasság hete. A Kölcsei Televízió híradóját látták hétfőn friss hírekkel, holnap este is várjuk majd Önöket. Mint ismert, tudósításaink honlapunkon is elérhetőek. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre számíthatunk, a ma átvonult frontrendszer mögött és a szerdán érkező erőteljes mediterrán ciklon előtt kedden erős déli áramlással enyhe, változó nedvesség tartalmú légtömegek érkeznek fölénk. Éjjel eleinte erősen felhős lesz az ég, majd hajnalban felszakadozik a felhőzet és többfelé átmeneti köd is képződhet. Eső zápor előfordulhat, a déli szél sokfelé megélénkül, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, de időnként felszakadozik a felhőzet, és kevés napsütés is várható, kisebb eső zápor előfordulhat. A délies szél megélénkül, estétől megerősödik, délutánra 10 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás érezhető térségünkben. Szerdán borongós, esős, szeles időre kell készülni, a magasabban fekvő részeken havas eső, havazás is várható, csütörtökön vélhetően felszakadozik, csökken majd a felhőzet, és pénteken is csupán elszórtan lehet kisebb eső, havas eső. A hétvégén ismét sok lesz a csapadék, a hőmérséklet továbbra is meghaladja az átlagos értékeket.